egy kísérleti előadásra szántam el magam. Annyit előzetesnek, hogy a diplező jó része nem hallottam még az ezt megelőző időszakban, amiket csináltam a Titanic keretén belül. Ezért bizonyos szempontból abban a szerencsében volt részem, hogy a titanikusok megtudtak, és felolvashattam egy készülő könyvben a részleteket, és beszélgetést kezdeményeztettem. Majd egy második alkalommal előadtam belőle egy részletet, mivel a könyv egy speciális könyv, a speciális könyvnek készül, éppen ez egy speciális módon könyv keletkezésének, a könyv keletkezési körülményeiről fogok beszélni. Hát éppen ez egy kicsit a levegőben dolog, hiszen az első kettő talán egy vagy két ember volt jár. De hát azért én is megpróbálkozom. Egy olyan előadást képzeltem el, amelyik végén megtudom, miről akarok beszélni, hogy mi történik az előadás végén. Szeretném tudni, hogy mi izgat engedik hozzám, ezért aztán ezt a címet, hogy a kifejezés, mint értés. Valahol a keleti filozófiák táján született ez a kifejezés. Én az antropozófiai tanáromtól hallottam, hogy előbb a kifejezés, aztán az értés. Tehát nem túl, előbb az értés és annak kifejezése, hanem nagyon sokszor megjelenik valami a világban, megjelenik valami belőlem, és ezt megértem, hogy mit akartam mondani. Van egy ilyen hasonló mondás, ami igenite kapcsolódik, hogy hogyan is tudnám, hogy mondjuk, mielőtt le nem tudtam. Én ezt személyesen sokszor tapasztaltam, hogy egy viszony jön létre, ha az ember elkezd írni, köztem és a papír, jobban mondva, köztem és a szavak között, és amit leírva látok, egyszerűen csak megvilágosítja a számomra, hogy mire is gondolhat. Ennek egyszerű változata is van, az, amikor az ember visszatekinti a saját írásokra, például a naplóját olvassa, vagy a régebbi írásokat összeolvassa, és akkor egyszerűen csak átlát egy hosszabb időt, hogy mi történt körülöttek, milyen gondolatok foglalkoztatták elsősorban az elmúlt időszakban. Néha ilyen visszatekintések, tájékozódás elősegítőek, segítséget nyújtanak az embernek, hogy megismerje önmagát. Hiszen mi más lenne az írás, akármi más is, mint tanpálya, segítségével az ember tájékozódik, valamilyen módon vizsgálja önön helyzetét, meg a világ helyzetét, hogy ő hogy látja. Na most visszanéz az írás az emberre, az írás mindig többet az embernél, az a tapasztalatom, hogy sokkal-sokkal tudtább vagyok annál, mint amit leírok, néha el is csodálkozom, egy kicsit távol kerülök az írásomtól, hogy milyen érdekes dolgok kerülnek ki a kezem alól, mindig, hogy nem akartam, vagy hogy szerettem volna, de nem pontosan ezt akartam, jobban mondva, amit szerettem volna, az nem pontosan az, ami keletkezett. Ami keletkezett, az sokkal jobb annál, mint amit én tudok. Én a hétköznapi életben egy tébláboló, meglehetősen buzásra kívülhagyott öregkívülnek persze, de ami a kezem közül esetekként kikerült, az számomra kifejezetten is van. Na, hogy aztán másnap izgalmas lesz, azt nem tudom, és azt talán másodban tudom. No, mindesetre szeretnék egy könyvet elmondani, egy könyvet, amely őrült foglalkozásnak tűnik. Olyan őrült foglalkozásnak, amelyik beláthatatlan. Nem tudom, hogy befejezem-e,
sikerül-e valóban tárgyasítani, meg kell vallanom, szégyenülni a könyvben. 20 évvel. 1975 őszén kezdtem el írni, meg kell mondjam, hogy bennem csak a vágy élt, hogy egy könyvet írni. A könyv alapja volt a szemem előtt, van egy kemény borítója, benne lapok, és akkor fantasztikusan jó történet, hogy van izgalmas dolog, amit az emberek a kezükben fognak, vagy ha én kezembe fognak, azt mondom, hogy hű, fantasztikus, ez le lehet feküdni, és aztán el lehet olvasni. Szükségem van egy ilyen könyvre, gondoltam én. De hogy hogyan kell, és mit kell csinálni, aztán az történt, hogy először az írás kezdtem el megtanulni. Az, hogy hogy kell írni egy mondatot. Mi történik egy olyan mondat esetén, hogy mondjuk valaki keresztül megy a szobán. Ez a mondat meg is van. 20 éve megvan ebben a könyvben, a többiek elváltoztak. Hosszú-hosszú időkön keresztül változtak a történetek a könyvben, lehet, hogy változtak az emberjegyőzőként, mert a könyvben sose lesz vége, már nem. Mindig azért írtam, és mindig reménykedtem már az elején is, hogy ezt befejezem, és tényleg könyv alakja lesz. De ha nem, sajnálom, mert hiszen ott a siker, ott a lehetőség, ott a megismertség lehetősége, nem kezdődik, hiszen nem kezdődik. Mindenesetre nagyon küzdöttem, hosszú-hosszú éveken keresztül, újabb és újabb változatokat készítve, mint tanulok estésében az a bizonyos autodidakta, aki egy mondatot formál hosszú-hosszú időkön keresztül, már pontosan nem emlékszem a mondatra, talán egy hölgy filozófus van a jelzőben, és ezt a mondatot 100 000 formában formálta meg. Reménykedtem, hogy ezt a sok-sok formát, ezt a sok-sok ismétlődést, ami újra és újra megpróbáltam letisztázni, megpróbáltam megoldani. Egy idő múlva valamiféle befejezettség és nyugalom fogja megkoronázni és befejezni, és elkészül az, amire gondoltam. De azért örültségnek tűnik 20 éven keresztül valakinek egy vacak könyvvel foglalkozni. Nagyon érdekes volt, hogy bár eleinte nem tudtam, hogy miről fog szólni a könyv, volt valami elképzelésem természetesen, sőt állandóan volt elképzelésem, aztán az elképzeléseket elvetettem. Egyre jobban jelentek meg a figurák, jelentkeztek, hogy ő szeretne benne szerepelni, a másik szeretne szerepelni. Aztán egy-egy szereplő elkezdett osztódni és hárommá vált, aztán a háromból kettő lett, aztán eltűnt, aztán átkerült egy nő férfivé. De nem azért történt, mintha én ezek örültségeket örültségre halmoztam volna, és az lett volna minden vágyam, hogy ez bizony 20 évig tartson, hanem mert kerestem a megfelelő megoldást, nem tudtam, hogy mifelé megyek. Aztán találtam egy nagyon érdekes figurát, egy gyerekkori pajtársam volt, aki rengeteget ült börtönben, 10 év lett. Az a beceneve, az volt, hogy professzor. Tudni, nagyon okos fiú volt. Én onnan ismertem ezt a fiút, hogy együtt írtunk verseket valamikor, önképzőkörbe jártunk, és tényleg okos és értelmes fiú volt. De a 10 évet úgy szedte össze, hogy örültséget örültségre halmozott. Olyan dolgokat csinált, hogy egy példát mondja, hogy bement a közgazdasági egyetemre, felvette egy fehér köpeny, és éppen felvételi időszak volt, lányokat beindította a szobába, hogy ő felvételiztető, és a kedvesek lesznek hozzá, hogy elintézi, hogy felvegyék őket. Az egyik lány feljelentette, hivatalon való visszaélés miatt hamarosan elítélték, 2 évet kapott, aztán így egymás után adódtak a dolgok, 10 évet ült börtönben. És ez a fiatalemberről újabb és újabb cikkek jelentenek az újságban, ezek a cikkek kellő elborzadással írtak erről a jelenségről, valahogy úgy véletlen mód folytán rátaláltam ezekre a cikkekre, és egyre jobban elkezdte a főfigura, aki megjelent ebben a könyvben,
persze én voltam, magára venni a fő dolgokat, elkezdett élni, elkezdett olyan lenni valamilyen szinten, amilyen az én kis volt barátom volt. És történt, hogy 10 éve írtam már a könyvet, amikor egyszer csak csöndül a telefon, addig nem találkoztam ezzel a fiatalemberrel, mert ők gyerekkoromban eltűnt, aztán a börtönbe üldögélt, és én nem jártam a börtönbe. Szólt a telefon, ő volt az, jelentkezett, azt hiszem valami svihárságon törhette a fejét, mert amikor a telefonban kitörő örömmel üdvözöltem, hiszen én róla gondolkoztam már hosszú ideje, akkor, és mondtam, hogy tényleg Tibi, te vagy az, mondtam neki, akiről szólnak ezek a cikkek, jól tudom én a történetet? Nem, nem igaz. Igyekezett letakadni mindent, ami az ő sajátja volt, de aztán összefutottunk, elborozgattunk, és aztán bevallotta nekem, hogy hát ő az egész történet valóban vele esett meg, és van egy javaslata, írjak valami jó könyvet az ő életéből, mert igazán sok mindent tapasztal. Nem akartam mondani, és azóta sem mondtam neki, hogy én bizony róla írom a könyvet. Ez a könyv annyiban is fantasztikus volt a számomban, hogy rányult az életemre. Vannak barátaim, vagy ismerőseim, akikkel 20 év első szakaszában barátkoztam és együtt voltam, aztán hosszú évekre eltűntek előle. Aztán összefutottunk, és megkérdezték, hogy mit csinálsz. Na, könyvet. Mindig ugyanazt a könyvet mondta, 5 év múlva, talán 10 év múlva valaki. De aki 15 év múlva mondta, az még jobban csodálkozott. Hogy ugyanazt a könyvet? Hát én is csodálkoztam, szégyeltem is magam kellőképpen. Más már rendesen egy év alatt kinyomott volna 3-4-et, és igaza is volt. De én még mindig ugyanazt írtam. Ő ugyan ismerek olyat, ugye Tandori, aki madaraknak szentelte hosszú időt az életét, na de hát hogy ezek én Tandori. Na, szóval, szó mi szó, csak itt. A 20 év alatt mindenki mélyen csodálkozott azon, hogy én ugyanazzal a könyvvel foglalkozom. Csodálkozott azon, hogy ez a könyv nem akar befejeződni, én is csodálkoztam. Elváltoztak a dolgok, szereplők és figurák jelentek meg, és újabb és újabb történetek, újabb és újabb kérdések vetődnek fel. Hiszen állandóan kérdeztem magam, hát mit akarsz te csinálni, hát miről szól ez a történet, hát kiről akarsz te beszélni, hát kit érdekel ez az egész történet, mi céllal írod ezt, milyen mondani valód van, ahogy ezt egy újságíró nő kérdezte itt a napokban. És itt álljunk meg egy pillanatot, nincsünk egy újabb fronton. Hát én kérem, olyan régóta írom a regényemet, hogy rájöttem, hogy hogy kell regényt írni. Befejezni, hogy kell, aztán már nem jöttem rá. De írni azt igen. Ezért aztán nyitottam egy regényíró iskolát. Én kérem, tanítom, hogy úgy szoktam hívni áldozatokat. Regényírásra. Nem csak regényírásra, hanem novellaírásra, vagy versírásra, írásra. Ugyan én nem tudnám megválaszolni, hogy miért írok. Nemrégiben egy körkérdést olvastam a Nappali Házban, sokan válaszoltak, próbáltak válaszolni, rosszabbnál rosszabb, vagy viccesebbnél viccesebb. Hát kínjukban történt ez, amit csináltak. Én kínomban csak azt tudom mondani, hogy írni szeretek. Nekem ez jó, ez az egész folyamat, ez a 20 év, ez nekem fantasztikus volt. Az volt az öröm, amikor találkozhattam ezzel az írással, írni nagyon jó. Emlékszem rá, amikor először gondoltam rá, hogy egy könyvet kellene írni, akkor kitaláltam egy nagyon jó történetet. Valami fantasztikus történetet, amire mindenki felül lesz. Én is izgatott voltam a dologtól. Igen ám, de amit elkezdtem írni az első soroknál, elkezdtem unatkozni. Valahogy az egész írás közben nekem ez nem volt izgalmas. Abba is maradt, nem is lett volna semmi, nem is emlékszem, hogy mi volt a történet.
Ám de most fordítva volt ennél az esetnél, nem tudtam, hogy miről szól a történet, vagy csak inkább mondjuk, hogy sejtettem, hogy voltak elképzeléseim, voltak állandóan elváltozó elképzeléseim, ám de írni nagyon is éreztem. Nagyon éreztem azt, hogy amit leírok, ahogy leírom azokat a mondatokat, azok, azoknak az írása jó érzéssel tölt el. Jóra azt az időt ezzel a bizonyos tevékenységgel eltöltem. Örültség mondom, azért is forgok, mert hogy foglalkoztam az őrültséggel, hiszen lehet, hogy őrült vagyok. Nagyon valószínű különböző. Foglalkoztam azoknak a nyelvével, akik igazán őrültek, és vizsgálatokat folytattam az ügyben, hogy vajon ezek őrültek, hogy írnak. Engedjenek meg egy pár sort fagyolvasokkal, néhány kis írásocskát. Egy ilyen őrült írás volt. Kedves édesanyám, már régen írtam ilyen jó ízű levelet. Azért mondom ilyen részletekben, mert veszővel el van választva. Önnek. Nem merem ám másnak írni, mint önnek. Nem sokat szoktam most, mert hiszen nem otthon vagyok. Bizony régen láttam már az otthoni ból tengetem az életem. Nem voltam rossz sohasem. Éppen ezért a szopást én is így és így megismétlem. Én abban hiszek, nem pedig rossz másokban. Nem rosszalkodtam még én sem, sehogyan sem. Ezért levelem most már rövidre szorítom, hogy én sem vagyok hát rossz. Mint ahogy még félek a sokkolástól. Csak arra kérem, hogy ne üssenek. Az most is hát felettük való. Az majd megcsinálja a többi. Nem, rossz ez a kitűnő tanuló. A legközelebb majd a többit is megírom, rossz nem voltam még. Éppen azért, mert a rapid eséshez a kockás papírt is hozzászámítom, de nem biztos ám, hogy a sok is nem kapom ám meg. Mert én is fölkintornáztam a legjobb palatját a tanított néninek, a pontról. Több újságot nem tudok írni, itt jó, fáin, csak éppen sokat írok, hogy anyuska jól megértse mamáka nevét is. Tudja, hogy szeretem, méghozzá, ha lehet, már itt sem vagyok. Itt vagyok hát megműtve, és így bizony, hogy jó, hogy kibírta a szervezetem a műtétem. De nem baj, most is szépen írom a kötelességemet. A rakéta repülés után vagyok már így, most már zárom soraimat, Isten. És még olyan. Felfordítom érted az egész világot. Gondolom, vár ránk ajándék. Attól veszti el az értelmét valami, hogy nincs rá szükség. Hivatalos írást arról, hogy a gyerekét szereti. Utálom a férfiban a gyűrűse. Tévedést ne essék, a nőseket szeretem. Jó lehet, pár évvel ezelőtt én voltam karikázott nőstény postakalan. Apát szereti a rendet kisfiam, ne pisíj a pelenkába büdöset, és ne dobálj szét a játékodat. Ne is játszál, egyenesen kezdjél dolgozni, precízen, pontosan, nekrumplival, irányítható villanyvonattal, apád akarata szent, kőszívű ember fia. Nem kell neked mese, majd csak lesz valahogy, hiszen anyád ráér. Ha vasútnál pedig busztanc van, akkor is te voltál hülyébb, ha engem visznek a bolondokházába most. És akkor letörölte a fenti kis háromszögletű ablakról a légpiszkot. Mert persze ő takarított, s a romokat. Tulajdonképpen maga után is, de igazabban akart élni, végképp nem adhatta föl a céljait. Világ megváltás volt, csak egy gyerek lett, akit fölneveltek, neki a nagyszülők, és hallgatni arany, mégis van mit mondani. De vajon értelmes-e csak, szüksége van-e rá? Neki mit jelentett, és mit jelenthet majd neki? Bosszankodik, hogy tényleg fölébred, hát van remény? Hogy ennyire megérti, nincs hivatalos, csak ez Isten. És beszélhetnék erotikáról is, ha megérted, neked arról egyedül a levél. És hogy kiolvassa, az semmiség. A szerelem nem bűn, a bűn a hazugság. Feloldódni akarok, értsd meg végre, a világ kint marad, ha te bejössz. Jaj, szólj, vagy jobb lenne, ha inkább csak intenél, hogy érted, amit tulajdonképpen én tanultam meg tőled érteni. Ezért a levél visznek a bolondok házába biztosul. Előbb kérdezzék meg a pápát.
legyintés. Szóval Brezsnyevet is belekevertem, aztán tisztán politikai okokból én csak azt. Brezsnyev neki kisbetűvel nem úgy, mint ő vagy te. A pápa őszentségeben ugyebár. Mit hordít maga össze-vissza? Én világosan beszélek, engem értenek. Maga meg belekeveri a vietnámi háborút. Nem belekeverem, bele kell kevernem, hogy megértsenek. Azaz, hogy megértsen engem ő, de ez már lényegtelen. A világgal is meg akarom értetni magamat. Saját magával értesse meg a saját magát, mind a két kezét tegye össze. Ilyen férjet kap. Hát én összetenném, ha nem idegbaj gyötörne, ha valaki mondja meg, hogy mitől cirkusz a cirkusz, és hogy attól szépe regény, hogy igaz. Naivaknak az élettől szépe a regény, hogy legyen, vagy legyen fordítva. Kin múlik ez? Hogy hol van vége a regénynek? Egy telefonhívás az egész, mondd azt, hogy szeretsz, hát elfelejtetted a zenét, Bolero. Hát akkor én hívom fel Párizs, és emlékeztessen rá. És megszemélyesülés? A címhez ne küldjük el, halló? Már 4 éves a gyereket, te tényleg nem akarod látni? Halló, halló, itt én beszélek, hívjon az egész világ. Kereslek és megtalálok, mert megszakadt a vonal csak. Szeretnének megtalálni, és felhívtam a világot. Tudod, ez egy presszó kurváknak. Ne alázd meg magad, ne sajnálj addig, halló világ. Egy gyerek keresi az apját. Megkaptad az üzenetemet? Ja, az én telefonom nem romlik el a vonal. Tátika hívja a Miskát, tátumnak a fecskét, éhes a család, és fázik. Ha bár hozzá kell tennem, meleg kakaón, meg bundánk is van, csak belül van hideg. Ugye citrommal szereted a teját, vagy elfelejtettem a papír sejméről, amire tényleg nem lett volna szabad rákaparnom az ostobaságaimat. Ezt a mohazöld sejmet nézni lett volna szét. Ezt most mindenki hallja. Kus, most a Brezsnyev ugat, és a pápa beszél. Ki volt Vietnámban? Ott csak a háború volt. És mit keresnek ott az amerikaiak? Azokról nekem másod eszembe. Ugye mindig. Kicsi a világ. Hogy vagy, édes tál? Mit szólsz a háborúhoz Vietnámban? Én idegbeteg vagyok, és bolondok házába akarnak dugni erőszakkal. Pedig én normális vagyok. Hát megkaptad a telefon, vagy nem? Akkor normális vagyok. Te bolond vagy te. A nap besüt, és elektromos sugárzást bocsájt ki. Ez befolyásolja az embereket. A tárgyaknak is van ilyen tulajdonságuk, a tárgyak helyzete, anyaga, színe, nagysága határozza meg. Otthon a feleségemnek is van egy kínai hangulatója, oda tettem az asztalra, arra a helyre, ettől körbe kellett járnunk, szurkolja a szívem. Hiába akartam máshová tenni, nem lehetett. Kísérleteztem vele, de mindig örögni kellett tőle. Más tárgyakkal is így. Otthon mindig rendet akarok csinálni, de minél inkább el akarok rakodni, annál nagyobb rendetlenséget csinálok. Nem tehetem oda a tárgyakat, ahova akarom. A filmeknek is van ilyen tulajdonságuk. Emlékezetek. Az bennük van. Ő hatására emlékeznek. Ha egy filmet megcsavarnak, utána kiegyenesítenek, ő hatására újra megcsavarodik. Emlékszik rá. Tessék csak megnézni. Én nem akarom, és mégis elcsavarodik. Munka után sétáltam a Kossuthajos utcában. Előbb a páros, aztán a páratlan oldalon. A színeknek és a számoknak nagy jelentősége. Hatnak az ember életére. Láttam kijönni egy házból 3 fekete galambot. Már rossz sejtelmen bánat. Elment mellettem egy kék Polszki, 7-74-es rendszámmal, aztán már nyomást éreztem, azt sírtam. Be akartam menni az üzletbe, papírzsebkendőért, de nem lehetett, mert már ott jött az 55-ös szám előtt egy ús rendszámú kék kocsi, aztán egy fehér 32-40-es, majd egy zöld Trabant 23 valamennyi, és kész volt a szívgörcs. Minden-mindennel összefügg. A természet irányítja, emberi kéznek nincs szerepe benne. Hát ennyit erről az új szövegekről, és nem véletlenül, mert örültség 20 éven keresztül írni egy ilyen könyvet. Azt hiszem, örültség a könyvet fordítva kezdeni, mint ahogy általában szokták. Úgy szokták a könyvet kezdeni, ha igaz, hogy van az embernek egy története, azt elmondja. Aztán szépen kibontja, és lehetőség szerint átélve és minőségben megjeleníti. Én fordítva kezdtem. Nekem nem volt történetem, én csak írni szerettem volna. Írtam, egyre több történetem lett, egyre több történet
változott, alakult előttem a kezem alatt, és csodálkoztam, ahogy megjelentek a figurák, csodálkoztam, ahogy arcok és jelenségek kerültek a szemem elé, persze egy kicsit csalódott. A jelenségek és az arcok bizony szempontból hozzám voltak érintve, hiszen azok voltak a jelenségek, azok voltak az arcok, akiket ismertem, akiket láttam, amit megfigyeltem, és új arcok és új emberek és új jelenségek jöttek és új esetek jöttek, és ezek mind bejöttek, és nem akarták elhagyni a könyvet, mind bent szeretett volna lenni, mind bent akart maradni. Az én főfigurám, akit már egy picit bemutattam, egy olyan ember, kicsit, mint a Karintinak a tanulója, rossz tanulója, aki hazafelé tart, és megpróbálja kitalálni, mit kellene mondani a papának, a rossz bizonyítványt megmagyaráz, hogy megmagyarázza a rossz bizonyítványt. Így aztán mágiát folytat, mint mindenfélét kitalál. Olyanokat talál ki, hogy ne tessék bemenni az iskolában, lebontották a kaput, aztán olyat talál ki, hogy jaj, véletlenül húzta el a tanár úr ezt a bizonyos egyes, vagy ötös, már nem emlékszem majdnem pontosan, de nem lehet kijavítani, mert ez miniszteri engedély kell. Szóval mindenféle őrültséget kitalálódott is jelent, hogy a papa pofonját elkerülje. De hát tudjuk, ez a végzet, ez be fog következni, a papa egyik hülyeséget sem fogja elvinni, és hiába a mágia, hiába a varázslás, a végzet el fogja jönni. Az én kis főfigurám, aki átvette az irányítást a könyv felett, és elkezdett élni, és örökbe elkezdtek a ugyanilyen varázslást folytat. Szeretné megérteni a világot, szeretné megérteni, hogy ő miért olyan, miket csinál, hogy milyen események vannak közötte. De ez nem úgy egyszerűen, hogy az ember állandóan kérdezi magát, meg mondjuk, hogy ilyen, nem is tudom, speciális kifejezéssel jelezzen, filózik rajta, hogy vajon mi van benne, hanem bizony mindenféle helyre kerülsz, börtöntől kezdve pszichiátriára, ahol vizsgálták, hogy a deviantjájának mi az oka, és találkozik ezzel azzal amazzal, akik hasonló deviával vagy téblábulással, gyengességgel, összeomlással rendelkeznek, és úgy érzi, hogy ez a világ, amiben ő van, legyőzhető. Ez a világ kicselezhető, becsapható. Ezzel a világgal szembe lehet menni valamilyen szinten. Ezért akik mellé kerülnek, azoknak előadást szokott tartani arról, hogyan kell a világot átverni, hogyan kell a világot becsapni, hogyan kell megoldani egyáltalán az életet. Úgy teszi, ahogy én teszem, hogy egyszer még visszatérlek a tanításra, én szoktam regényírást tanítani, hiszen nem tudom befejezni a regényemet. Tehát minden belőlem fakad, és természetesen minden tulajándékoztam egy kis figurámnak, aki hasonló módon viselkedik, megpróbálja a világot kicselezni, megpróbálja, ahogy a szomszédasszony, ha főzött valamit, vagy vásárolni a piacon, meggyőzni a másik szomszédasszony, hogy csak ezt kell lenni, csak ezt kell főzni, csak így kell élni, csak így kell gondolkodni. Ez a létezés igazi kulcsa, ez a megoldás, mindannyian ezt keresünk. És miközben ezt próbálja, meggyőző próbál lenni, tetszeni próbál azoknak, akikkel a sors összehozza, mondjuk egy ködös kórházi szobába, egy börtön cellába. Ugyanúgy szeretnék én is tetszeni mindenkinek, azt szeretném, hogy az előadás fantasztikus jó lenne, és azt mondaná, hát Istenem, fantasztikus, elélvezett volt ezt, hogy jól, szívesen hallgatjuk. Tudom, hogy ez nem fog bekövetkezni, miért következnek. De hát ugyanilyen vágyunk van, mint ennek a figurának. Meggyőzni szeretném önöket arra, hogy a könyvírása nem úgy igaz, hogy az ember tud egy történetet, és ezt elmondja, hanem úgy igaz, hogy az ember nem tud semmit, csak vágai vannak, beleugrik a vízbe, elkezd úszni, nekiindul egy kalandnak, és nem tudja, hogy hol van a vége,
nem is tudja, hogy vége lesz-e vagy sem, mert másképpen az egész olyan, mintha előrágott pattogatott folyosztát lennénk, az bizony nem pattog. Nemrégiben a regényíró iskolával kapcsolatban egy újságjelentőt keresett meg engem, és azt mondta, mert azért jött, hogy egy burlállap számára interjút készítsen, nagyon hívogató és jó volt a cím, regényíró iskola, na hát, ha-ha-ha-ha, regényírást aztán ki tud tanítani, arról nem is beszélek, tette fel a kérdést, hogy ön van író. Nem mondtam, én csak 162 centi vagyok, és az is már idejük van kevesebbedik. Nem vagyok tanuló. Körülbelül egy órán keresztül készült az interjú, majd aztán lekapcsoltam a készüléket. Rossz szájízem volt, de igyekeztem meggyőzni őt, hogy hát ha igaz, hogy nem vagyok nagyíró, de úgy érzem, hogy mondjuk, hogy olyan példával éljek, hogy vannak olyan edzők a futballpályán, akik nem voltak válogatott focisták, de kitűnően csak hoztak össze. Vannak olyan úszó edzők, akik nem voltak világbajnokok, mégis kitűnően edzőké váltak. Mert hiszen az, hogy edzőnek lenni, vagyis bábának, az egy más képesség, mint nagyírónak lenni. Valahol nyugaton, főleg Amerikában egyetemeken oktatják a regényírást, és hát nem feltétlenül csak nagy írók, hanem olyan olyan írással foglalkozó emberek, akik úgynevezett alkotóírás technikáját tudnak okítani, és ehhez egyfajta vágy kell, illetve annak a figyelme, ami akkor történik, miközben ír az ember. Az a bizonyos folyamat, az alkotás folyamata megfigyelhető. Vannak, akik erre rálátnak, főleg azok látnak rá, hiszen mindenki rálátnak, akik ebben kedvet éreznek, tehát úgy érzik, hogy őket ez érdekli. Hát ezek az edzők, ezek a bizonyos bábák bizony alkalmat teremthetnek azok számára, akik szintén érni szándékoznak. Különben a hétköznapi életben így történik mindig. Csak ennek az a változata, hogy mondjuk egy kezdő ember ír valamit, és aztán megmutatja a papájának, a tanárjának, kinéz magának egy íróember, és elviszi az írást. Emlékszem, én egyszer elvittem az írásomat a Gárgyó Csanyi bácsinak, az operát könyvét írta, írt nekem körülbelül 60 könyvet, azt mondta, fiam, ha ezt elolvasod, író lesz belőle. Hát, nagyon megrémültem, azért is gondoltam, nem lesz belőle író, én ezt a 60 könyvet nem akartam elolvasni, az ókortól kezdve végig mindenféle kezdve olvasni, ki nem állt az olvasás. No, de nem igaz ez pontosan, de az igaz, hogy bizony a Gárgyó Csanyi bácsinak pedagógiai érzéke nem nagyon sok volt. Mert hogy semmi másra nincs szükség, a bábák semmi más nem csinálnak, mint világra hozták a csecsemőt. A bába semmi más nem csinál, mint azt a tehetséget, amit a Jóisten adott, mondjuk idézőjelben, igyekezne kibontani. Az én elvem, mondtam ennek az újságírónőnek, hogy az áldozatom minél inkább olyan legyen, mint amilyen igazán. Csak hogy tudja, hogy milyen. Keresse ki és nézze meg. Vizsgálja addig önön magát, a környezetét, a múltját, míg meg nem találja azt, hogy ő milyen is. Igazán mi érdekli ő? Hát ez egy állandó küzdelem. Valószínűleg tartom régen a hívő embereknek könnyebb volt. Ma kicsit ránk szakadt azokra, akik nem hívő emberek a világ, hiszen nap mint nap újra és újra meg kell harcolni azzal, és azért, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk itt, mit akarunk, mit gondolunk itt, jól gondoljuk, amit tegnap gondoltunk. Nem lehet-e, hogy ma más kellene gondolni, mint tegnap gondoltunk. Két bizonyos változik ez. Vagy ha mondjuk rátaláltunk a kulcsra, amire rá kellett találnunk, akkor nap mint nap meg kell harcolnunk, hogy vajon még mindig itt. No, ezt mondtam az újságírónőnek, nem hiszem, hogy megértett igazán azt, hiszen ő azt szerette volna, ha nemrégiben előttem szóló Lévai Péter szavaival földbe taposott volna. Lévai Péter fizikus és itt tartott előadás nagyon nagy hatással volt rám, arról beszélt, hogy a 20. században a gondolkozás rendkívül maszkulin
harcos, behatol a világba, meg akarja változtatni a világot, nem nyitott, nem hallgat, nem figyel, hanem meggyőzni akar, szét akarja törni az ellenfelét, le akarja birkózni. Hát én kérem szépen nem akarom lebirkózni senkit, nem akarok lebirkózni senkit sem. Én csak önmagammal birkózom, ha szabad ezt mondani, újra és újra, hogy megnézem, hogy mit tudok, tudok egyáltalán valamit. Meglehetősen őrültség. Ehhez ragaszkodom. Azért is fordulok meg két háromszor. Ez jó hülyeség. Hagy olvassak fel egy kis szöveget még ebből a könyvből utoljára, amely bizony szempontból ezeken a őrült szövegeken nyugszik. Egy kis részlet, vagy részletek jönnének most, amelyet reményeim szerint kicsit hasonló logikával ábrázolják az emberben folyamatosan jelenlevő belső beszédet, mint ahogy ezek az őrült emberek, akiknek a szövegeit én nagyon szerettem, hiszen nagyon őszinték voltak és rettenetesen kiszolgáltatottak. Ugyanakkor formálisan, technikájukat tekintve, bár nem uralkodtak ezen a technikán, hihetetlen izgalmunkat jelentettek olvasásokon. Ül bennem egy gondolat, szerintem ez bánt engem, nem a szél. Hogy sajnos ma már beszélgetések alig vannak. Ma én is azt szerettem, ha engem hallgatnak, ha hallgatnak, ha egyáltalán csöndben. Szóval itt jelentkezem, tessék, itt vagyok, mondják meg, mit csináljak, mi legyek, tudnélik, nem tudom, mit kezdjek magammal, na és mással. Nézzék, mondom, egyszer az orvosoknak. Én nem csak úgy állok a tükör előtt, én nem csak belebámulok, én látni szeretnék, látni magam, gyakorolni a látást. Mit mondjak, nem könnyű feladat. Szemben egy tekintettel, ami ugyanaz enyém, ám az, hogy állandóan néz, így képzeljék el, lehet, hogy elkapom a szemem róla, akkor az ember rögtön mást lát. Így aztán újra vissza. Jó, ebben is van valami furcsa, ahogy ezt elnézem magamnak. Szóval, amikor bejövök magamtól, jövök be, van itt egy sor ismerős, barátok, nő. Én, ha már eleget bent vagyok, hamar rájövök, hogy ez is csak olyan ház, mint a többi, csak korszerű. Hiszen a fehér ház mindenhol van, de sárga az más. Engem az építészet is érdekel. Megörülök azért ezért a színért, vörösök, fehérek, színről színre végigmegyünk rajta a világgal, szóval a színek, a színészet is érdekli őt is, engem is megfog. Jó, nem mind vörös, akit látunk, itt van, akit csak én mondok vörösnek, szeretek a vörösökről beszélni, vagy csinálni valamit velük, mindig lehet. Szóval a lelki téren a benyomások jó, jól láthatók a levegőben. Persze csak annak, akinek van szeme rá. Nekem van két üvegszem, az öregem hagyta rám, hát ezzel jól el lehet látni előre, hogy mi lesz, már csak ez van hátra. Na, az öreg szeme mindent lát, azóta is használom, általában befele néz bele az ember. Hát igen, mindenki gyűjti a halottakat. Nekem most kettő van, kettőn áll a vásár. Az ember játszik vele a gondolattal, keresi a helyét, hová tegye ezt vagy magát. Az ember szeretné tudni, hogy egymás közt mit mondanak róla, itt az öregem is. Megjegyzem, a világra is így gondolok, mint aki fentről segít, nekem többen segítenek föntről, a segítség mindig föntről jön, nyilván mert felnézünk rájuk az ilyenekre. Na, aztán jókat beszélgetünk is. Nagyon érdekli őket az, hogy amiket mondok, gondolok. Hát gondolok nekik ezt azt, hogy érdeklenek. Elnézést! Vegyék úgy, hogy ez nem is én vagyok, aki beszél. Valaki belebeszél abban, amit én mondok. Olyan hangos, hogy feladom, a hangja úgy is elnyomja azt, amit én mondok. Így aztán azt mondom, amit mondok, vagyis ő mondja helyettem, mintha én mondanám, mintha én mondanék valamit. Hiába mondják, hogy állj, elég, látom, hogy nem érti meg, csak nyomja, ami belefér, be nem áll a szája, vagy milyen. Még az is lehet, néha már azt gondolom, hogy ez valami adó bennem, amikor alszom, beépíti. Különben jár itt két ember, két férfi, az egyik azt mondja, nyissam ki a számat, a másik meg belenéz, a szememben az ilyenek nekem nagyon is gyanúsak, egyszer olvasok erről.
Néha csak állok különben itt fönt az ablakban, és számolok. Egy, kettő, és egyszer csak elszorul a torkom, a szívem fájni kezd, egyesektől, hogy van ez? Mi az, hogy egyesek nincsenek, akkor jön a kettes. Hogy van ez, hogy történhet ez meg velünk? Mi az, hogy minden visszajár? Körbejárnak a dolgok, de visszafelé, persze csak kis dolgok, de ezen múlik minden. És akkor egy kicsit sírok is álmomban, ezek a sírok olyan dombosak, szőrösek, és kiáltozom itt, föld, 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 kérem jelentkezzen, ez a sas hangja, úgy érzem, megy az adás. Az az érzésem, mindenki fogja, de mindenki mást fog, fogdossák egymást, más fogdossak én is. Különben nem vagyok beteg, legalábbis ott nem itt-ott igen a szívem, vagy a torkom, az, hogy elájulok, hogy mi van itt, az nem tudom. Hát egy-két halottam nekem is van, többek között, az élők között tartom, sokan tartanak tőlük tőlem, tartsanak élőket, ha nekik azt kell. Különben viszem a telefont, húzom magammal otthon, mindenhova húzom vele magamat, a világot is, sok mindenről lemondok, de erről nem. Szóval van bennem egy hang, egy olyan tárcsahang, mondom, aki megmondja, hogy hol álljanak meg, hogy hol álljak meg, ha balra tekerem a fejem, meghallom, hogy a nyakamnál recsen egyet, pontosan tudom, hogy mi recsen, ott aztán nyitom a szemem, ott aztán oda fülelem. Hát igen, mindenki gyűjti a halottakat, nekem most van kettő, kettő nálazásán. Az ember játszik vele a gondolattal, kereső helyét, hova tegye ezt, vagy magát. Hát egy-két halottam, nekem is van többek között. Az élők között tartom, sokan tartanak tőlünk, tőlem, tartsanak élőknek, ha nekik ezt kell. Melegen van, a combomat nyomja sok kulcs, ennek a történetnek a kulcsa, az öregem tegnap beadja, azt mondja Péter, hogy ez a kulcs. Szóval egyre csak ezt írom. Igen, ez így van, mindegy, hogy, azelőtt így van, előtte, mielőtt, persze, hogy mi van azután, nem tudom. Talán azután ez van, ezután. Azt írom, hogy igen, igen, ez így van, nem tudom abba hagyni, kiírni, kiírom, nem tudom, ki írja ezt, most én írom, de ez nem baj, írja, csak semmi baj, mondja, van ilyen is. Hát igen, néha a levegőbe írok, néha csak fejben, néha a falra, mene, tököl. Ugyan Jódi, szívesen beszélgetek a társaságban. Úgy adódik. Társaságban. Akkoriban, amikor először olvastam föl, hát nem egy ilyen, nem is tudom mit, hanem talán részleteket a könyvből, akkor számomra épp az volt a meglepetés is a fantasztikus, hogy beszélgetés alapján nem szokott kialakulni. Itt, amit javára szól lesz, hogy általában előfordulni, akik meg mernek szólalni, ha van, kérdezni, vagy mondani valamit. Hát, nem is össze van ezt, hát. De hát ezt tudom, hogy rettenesen nehéz egy ilyen. Én majd a második szeretnék lenni. Szóval nekem nagyon sok hozzászólni valom van. Kavics barátomtól kaptam egyszer egy Lermontov a Démon című szórakoztató kis olvasmányt, amit általában a Habsi 50 éven át írt, vagy valami 60 éven keresztül, nem tudom pontosan, nem tudom ismered, de egy nagyon pici méretű munka. De 162 centidet nagyon elulmulja. Bódi csinált ebből egy filmet különben. És nem tudom, melyik francia írónál volt az, hogy pocsék lassúsággal írt. De most valamelyik ilyen híres francia írótól, hogy engem nem érdekel. És megkérdezték tőle egy alkalommal, ezt most a Móriczkában olvastam, hogy mit írtál ez adta hét alatt? Egy szót. Jó, megint találkozott vele a barátja megint egy hét alatt. Mit írtál? Kihúztam azt a szót. Szóval ez a fajta, meg például a Joyce írt állítólag úgy, hogy nyáron is befütött a kályhába, iszonyú meleg volt, téli kabátokat húzott, hasalt,
és így a lábával harangozott a levegőben, és a ceruzájával írt, és borzasztóan nyálazta a végét, meg harabdálta a fal ceruza végét, és kegyetlen lassúsággal rajzolta az összes betűt az Ulisseshez. Ez egy olyan fajta dolog, még hogyha nálad 20 évre szét is van húzódva, ami szerintem még gyerekcipőbe jár, hogy egy transz állapot agyice. És csak azért mondom, mert mindegy, egy kicsoda is úgy volt a saját munkájának az írásával, hogy este hozzáállt, ha volt úgynevezett ihlete, és akkor azt tapasztalta az illető, hogy megeredt a tollának a hegye. És akkor, hogy kellemesen tudod, mint amikor birkózik az ember, hogy elfárad, akkor abba hagyta. Volt, hogy 2 hétig nem nyúlt hozzá, gondolom te is voltál így, hogy 2 hétig nem ragadtál tollat, máskor meg fölborult az egész, nem tudom milyen élet, mert csak az a toll papír. És akkor lényeg az, hogy azt szeretném mondani, vagy kérdezni, kettő egyszerre, hogy te amikor tollat ragadsz, akkor egy ilyen agyilag mennyire vagy reflektív állapotban a külvilággal? Tehát, hogyha, tudom én, a házatok előtt egy rohadt nagy karambol van és csattanás van, akkor az a fölülsz, kimész az ablakhoz, vagy észre sem veszed és megkérdezik tőled a Dóra, hogy hallottad ezt a balesetet, ilyen fejlett balesetet, miről beszélsz? Jó, tudom, hogy 2 ilyen hülye végletet mondok, de mégis melyik van inkább? Vagy ez is változik? Hát én nem tudom, hogy is van ez igazából. Az biztos ma már, hogy én mondom, tanítom az írást. Így például rengeteg ilyen hasonló példát tudok neked elmondani. Márquez mondja, hogyha egy novellát ír és egy sort sikerül írnia egy nap, akkor a rend oldalon lenne. Ha regényt ír és egy oldalt sikerül írni, akkor a egekben van. Kornis Misi 24 sort ír, de általában előfordult, hogy abból 12-t kihúz másnak. De olyan is előfordult természetesen, hogy nem megy a dolog. Varázsolnak, mindenki varázsol. Tehát ha Dózer nem hallott a történetet, hogy lábán lóvába ír, hasonlán. Mindenkinek varázsai vannak. Tehát, hogy olyan, mint a szerelem előjáték. Azok a szerelmesek, akik nem tudják, hogy előjáték kell a szeretkezéshez, az nagy hibát követnek el hamar, mert rövidesen elkopik az ügy, így van az írással is. Intenzíven írni, újra és újra visszatérni valamihez, ahhoz bizony egyfajta magasságba kell elmenni, tehát fel kell jönni a magasságba, és akkor itt nagyon érdekes dolgok történnek, hogy vajon abban a magasságból az ember visszaesik, át tud-e állni a saját dolgára, ne kellő pillanatban áll-e át, vagy pedig ez elmulasztja és már többet nem tud át. Mondják például, azt hiszem, hogy Nádas Péter úgy írt, leül előjáték gyanánt az asztalához, nem vesz papírt és ceruzát, hanem csak gondolkodik. Hagyja, hogy a gondolatai fussanak arra, amire szeretnének, ahogy ezt a Szomélius Tudut is mondta, hogy hagyja barmoknak nagy széles mezőt, hogy arra fussanak, amire akarnak, majd arra fognak vágtatni, amire ezzel szeretnék. Így is történik a gondolatoknál is, miután hagyja 2 óra, néha másfél-két órán keresztül fussanak a gondolatok arra, amire akarnak, egyszerre csak visszatalál oda, ahol tegnap volt, és folytatja a történetet. Hemingway reggel 5-kor ír, állva egy álmodultnál, általában számolja a szavakat, 6-700 szónál semmiképpen nem ír, ami másfél-két oldalnál lenne több, majd a történetet ott hagyja abba, ahol még tudná folytatni, hogy majd másnap legyen feszültség, amiből folytatja. Aztán az egész nap arról szól, merő szenvedés, hogy kibírja másnapig, hogy folytathassa a történetet, és milyen millió variáció van a dolognak. Én ma már úgy vagyok, hiszen az ilyen 20 éve gyakorlattal rendelkezem, hogy nagyon könnyedén át tudok lendülni a könyv különben egyetlen versenyben, amit íródik. A figurám bőrébe már abban lubickolok, és úgy tudok megszólalni, ha kell, ahogy a figurám megszólal, de természetesen én nem vagyok azonos a figurámmal. Nagyon sok olyan történetet hallottam, például Philip Rothét, aki
állandóan adakozik a kritikusaival, akik azt hiszik, hogy ő az a rossz pont, aki olyan biztonságokat ír a papírra, miközben nem ő azt, hanem a kívánja. Na, szóval én már könnyedén teszem, és hogy a kérdésedre válaszolja, valószínűleg belúgom és megnézem, de valószínűleg, hogy két másodperc alatt visszajövök és folytatom a dolgot, hiszen nem kell csattanásnak lenni, a kisfiam bevágtat az ajtót, úgy kell kirántigálni a különböző cuccaim között, rögtön neki áll kutatni másfél éves, úgyhogy az is egy robbanással felértem, hogy kességgel is újra benne vagyok. Válaszoltak? Nem. Mert ez csak a felszín. Én azt kérdeztem meg, hogy mennyire érzed magadat más állapotban. Most te ilyen pszichológiai dologgal válaszoltál, de én ilyen filozófiait szerettem azt egy emelette fél. Mennyire érzed magadat más, ilyen okkult kategóriával mondva, transz állapotban? Abban érzem magam, nem minden pillanatban. Tehát arról van szó, hogy azok a pillanatok a fantasztikusak, ahol egyfajta megvilágosodás van, ami csoda. Valami olyan dologra jövök rá, bizonyos áthatásokra, bizonyos helyzetekre, mondom a papírról olvasva. Tehát valami olyan kettősség zajlik le egy ilyen szituációban, hogy egyrésztről én mondom, de nem pontosan tudom, hogy mit mondok, és csak ott rálátok, amikor megjelenik a papíron, akkor már természetesen uralkodom, igyekszem rajta, igyekszem megfogni azt a pillanatot, vagy azt a mondatot, amit úgy tudjuk, hogy valami melegje, valami furcsa sugárzással rendelkezik. Ezekben a pillanatokban, amikor ezt sikerül elérnem, akkor a fantasztikus boldog vagyok, és sokszor előfordul az, hogy ilyenkor lecsapom a tudatosságomat, megadom az egész, hogy megszerűen onnan tovább nem lehet kibírni, és nem lehet folytatni. De ilyen agyatlan sűrűn van, vagy nem állandóan van, néha szenvedés, utálkozás, rettenetes, bár mindig kedveljük le az íráshoz, hiszen számomra van egy vonzása, egy szívása, de nagyon sokszor azt szoktam mondani magam, hogy csak rágtam a hittet, vagy mentem a sivatagon keresztül, szóval semmi nem történt az egy világban. Ez így válaszol? Aha. Ez akkor van még. Amikor a íróiskola van, tudod, hogy én is tanítgatok. És nem tudom pontosan, hogy van ez a mondás, valószínűleg azért, mert haragszok rá, azért törölte a memóriám, hogy aki, van egy olyan mondás, hogy aki tudja, az nem csinálja, aki konyít hozzá, az végzi, és aki abszolút nem ért hozzá, az tanítja. Na most azt szeretném mondani, hogy kérdezni, mi módon történik egy ilyen találka? Hányan vagytok, hogyan lehet, ez nekem borzasztóan érdekel, én a Tillmannal próbáltam közösen egy könyvet csinálni, és hát gondoltam, hogy az Arkadyi Strugacki, az ugye Szentpétervárot lakik, a Boris Strugacki, az meg Moszkvában, ha éppen is letartózkodva, és ehhez képest ugye a világ legjobb regényeit tudják csinálni, de nem tudom hogy, ezek testvérpár. Nem gondoltam, hogy egy kerületben lakunk. Nem, soha nem jöttünk össze sajnos. És azt szeretném én tudni, hogy mi módon lehet közösen megenni egy körtét. Kérdés, de nem közösen eszünk meg a körtét. Hát szóval a következő képen működik az. A te lakásodon van, nem? Lakásom van, az én iskolán. Két fajtája van a jelenlétnek, egy egyéni és egy csoportos. Az egyéni az a jelenlét a dolognak, itt az egy intimum baj, ahol szem a szemben, vagyis hogy egy intimitás csendjében zajlanak a dolgok. A csoportosnak más a jelentősége, mindjárt elmondom, hogy mi a jelentőség, és akkor el is lehet tekinteni, hiszen nem jellemző. A csoportosnak az a lényege, hogy az ember rácsodálkozhat másokra, másfajta nézőpontokra, hiszen mondjuk ebben a szobában most per pillanat, te onnan nézel engem, én minden téged, egészen más látod, mint amit te lát, máshonnan jössz, más a kultúrád, mások a indulatai, tehát mások vagyunk. Most ha egy csoportban vagyunk, és mondjuk egy közös téma van, és azt mondjuk, hogy mindenki írja le azt, hogy néz ki az a szoba, természetesen a te pozíciódban másképpen fog kinézni, mint az enyémből, nem beszélve az indulatainkat. Tehát a csoport empatikus együttlétre nevel, a másfélességnek a meglátására,
És tulajdonképpen egy csomó olyan gyakorlat van a csoportosban, amelyik magával konkrétan a kreatív tárgyal foglalkozik, tehát annak a tárgynak a szétszedésével, megformálásával, és a kreatív tárgy pont akármilyen, hogy mondjuk egy vers is lesz. Hogy hogy néz az ki, milyen részletei vannak, milyen elemei vannak, hogy lehet szétszedni, összerakni. Az egyéni az egészen másmilyen. Az egyéni az pedig lett olyan, hogy nem ketten írjuk egy körtét, hanem megnézzük, hogy már én elősegítem, hogy vajon milyen gyümölcsöt szeret az áldozat, hogy idejött hozzám. Előfordult, és az örök történetem, hogy megérkezik az illető hozzám, megállapodunk abban, hogy nem én találtam ki, hanem így igaz, hogy a kreativitásnak három összetevőjük van, a kreatív személyiség, a kreatív táj és a kreatív forma. Na már most, hát akkor nézd, tudom, hogy a három közeli kocsma. Parancsolj? És egy közeli kocsma. Na, vagy kávé. Na, tudom, hogy a három mélyen összefügg, de azért szétszedhető, mint egy állapotos jó. És hát nézzük meg mondjuk először a kreatív személyiséget, az, aki ott írni szándékot. Hát ő milyen? Milyen magánmitológiája, milyen gyújtja, miket szokott álmodni, miket szeret enni, milyenek a szerelmei, hogy látja most a világot, hogy tud írni. Szóval ezek a mindenféle más is. Megjelent hozzám, hogy ne adott fiatalember, és megkérdeztem tőle, na, egy emlékeznek a feldolgozása kapcsán, hogy milyen volt a gyerekkorod. Azt mondta, hogy semmi szükség, semmilyen közben. Aztán kiderült, hogy fantasztikus érdekes gyerekkor, egy apa, aki végig vándorolta egész Magyarországot, mert újabb és újabb helyiségbe telepedett le, és vitte a családját magával, egy barsek, de ugyanakkor hősies apa. És a történetek, amely a fiú szájából előkerültek, azok fantasztikusan gyönyörűségesek voltak, mert az emlékező tehetsége, a megragadó képessége kitűnő volt, és kiderült, hogy a gyerekkor rettenetesen gazdag, és nem azt mondta neki, hát ne írjunk meg minden, maradjon később is, hogy csak azt írjunk meg, hogy te akarsz, tudod, tényleg csak azt írjunk meg. Tehát, ha megtaláljuk azt a gyönyörűséget, azt a hangot, mert annyi hang a hány ember, amit ő képvisel, nem tanuljuk meg a, mondjuk az időmértékes, de ha mondjuk ő olyan sorokat akar írni versben, amely lefelé betűnként követi egymást, mint a kínaiak írása, akkor az az ő írása, hogy akkor jól érzi magát. Annyi ember, ez ahány, annyi variáció, ahány ember, én bárba vagyok, világra segítem azt a gyümölcsöt, amikor éppen van. És az a tapasztalat, hogy nekem megy. Megjelenik valaki, nem is tudja, hogy milyen, és egyszerre csak elkezdi megtalálni saját magát, aztán elengedi a kezemet, és kibontja, mert hogy azt gondolom, hogy előadást szoktam mindig tartani a találkozásokkor, hogy mindannyian fantasztikus csoda vagyunk. Sőt, az egyetlen csoda. Természetesen mindenki csoda. De mindaddig nem igazán csoda az ember, ami nem tudja magáról, hogy csoda, és azt nem tudja, hogy ez az egy csoda, mondjuk, hogy 80 évig érzed, nagyon szerencsés, hogy 80 évig érzed. Na de ha valaki leérte ezt a 80 évet, utána ezt a szakembert leveszi, és utána sokféle dolog történhet, a mennyországba kerül, a pokolba, vagy a reinkarnáció következő szakaszába bekerül valami másik testbe, de az már nem ugyanaz lesz. Ismételhetetlen. Tehát ez az ismételhetetlenséget akárki megszólaltathatja, nincs benne semmi különlegesség, mesélj magadról, mit látom. Mit értél meg, mi a múltad, kik a felmenőid, mit látláltatnak. Csak nézd, gondolkodj érez, és jelenítsd meg. Hát aztán még van ennek többféle más technikai része is, tehát ennek a kibontása a cél. Nem kezdenünk egy történetet, én csak nyesegettem, bizonyos tapasztalatot szerezve. Ő addig is olyat ír, ami tehát új gyakorlatokat nem adsz neki? De például ilyen új gyakorlatokat adok neki, azt mondom neki, például írj le egy percet. Hogy írjak le egy percet? Kérdezi tőle. Mi az, hogy egy percet? Hát írj le, hogy most ülök az asztalnál, nyomja a lábam, a combomat, tehát a szél.
szék, előre hajolom a könyökömön érzem a ítél, kicsit világos szürke. Hogy is hívják, látom azt a gépet, hogy néz felém, valaki könyökül. Amit most érzek, gondolok, látok, azt így lehet. Fantasztikus érdekű dolgok derülnek ki, az emberek nem néznek, nem látnak, nem tudják, hogy látnak és néznek. Jönnek, mennek, ha azt mondom, mondd el egy napodat, azt mondja, hát reggel elmentem a munkába, aztán érte kajáztam, ha ilyen kajás típus, aztán délután, fociztunk egyet, csak akkor megmondott, nem tudtam sem. Na várj, reggel, amikor beregyelte, nem ennyi kell valami álmodban. Hogy kezdik el? Jó könnyedén, vagy gyűrt volt a lepedő, vagy nehéz volt felkelni, vagy mit gondoltál először, mi következik az annak, hogy most átfogott, mi történt a fürdőszobában? Olyan volt, mint szokott lenni, vagy mostanában kicsit megkaristoltak a fogadat, vérzett a fogadat, minden, a millió dolog történt velem neki. Mondj, mentél a buszon. Igen, láttál a buszon. Várjál csak, tényleg jön az egy öreg ember, aztán a kulcsán mit tartottam magát, és akkor de abban a pillanatban, ezt előkukkannak abból a napból, abból a hétköznapból, fantasztikusok, amelyeket kitűnően megfigyelt, nagyon jól fényképezett, de különben lesöpörte volna, eltűnt volna semmibe. Nem tűnt volna igazából el a semmiből, tehát egy írós ember számára a részletekben van a bőrből. Mindent nézd meg. És körülbelül egy fél év alatt az emberek megtanulják azt, hogy gazdagok, és egyfajta technikával fel tudják fordulni azt, amit mondanak. Nagyon jó moderátor vagy, köszönöm szépen a kérdezőt, nagyon szeretem a egyik tanítványa, mielőtt elmentem vakációra, tudod, abban szóltam sírba kergetni embereket, hogy azt mondja Márta, hogy úgy szeretlek. Mondom, hogyan? Mutasd meg, hogy így, vagy így, és különböző helyekre mutatok a lakásban. De azt mondja, ne hülyeskedj meg. A lényeg az, hogy egyik tanítványom is mondta még a vakáció előtt, azt mondja, hogy kitörő örömmel. Mondom, oké, rendben van, ezt a kifejezést nagyon szeretem, kedves Edith, akkor mondd el, hogy milyen a kitörő öröm. Szóval tudod, itt már szeptemberben. Tényleg képzelni, egy egész oldalt írt arról, hogy milyen nadrágot hord a kitörő öröm reggel, miket érez, meg hova szokott menni, hol szokott enni, hol tankol. A kitörő öröm, és egészen fantasztikus dolgokat csinált. Ja, és az idegen nyelven, a cél nyelven. Ez speciál angol volt. Azt hallottam róla, az már mint egy legenda, hogy a németek mit kezdtek tanulni, hogy egy pár leckével előtte voltál a németnek. Igaz ez a történet? Mint a tanítvány. Az angolban voltam még, de ki mesélte ezt? No, de ez csak azért érdekes, mert ha már egyszer hagyd dobjam vissza ezt végül ebben a szempontból, hogy az íráshoz is, és mindenhez ez a bátorság kell. Ez biztos, ez és biztos. És az apukám azt mondta még, az apukámban is dicsekedve volt nekem, de azt mondta, hogy ha tanulni akarsz, akkor vagy jó tanárokat keres, vagy jó tanítványokat. Ez usa. És azt tapasztaltam, hogy a tanítványaitól én többet tanultam, vagyis abban a helyzetből. Tanár úr, én is. Én is. Hogy is írom ezeket a dolgokat, amiket tanítványítottam. Hát képzeld, hogy mi volt, hogy tudod, tanított filozófiát, és most van egy olyan fantasztikus tanítvány, elképesztő, hogy mondtam neki, hogy csináljon 9. kört. És tudod, miért csinált? Elképesztő. Mert tudod, a logika tanszéken azt mondják, hogy hát 9. kör nincs, meg egy francia király, ugye ezek üres halmazelméleti halmazok. És akkor én a következő héten csináltam egy 9. kört a madárnak, aki szerintem ezt azóta is emlegeti. És ezeket a tanítványoknak is mondom, mert a filozófus definíciójánál van egy ilyen, hogy tágabb, mint a világ. Tehát nem létező lehetőségek felvetítése is általa történtetik. És lényeg az, hogy így akkor mondom neki, hogy na, következő találkozásra csinálj egy 9. kört. És kezdve van egy csaj, egy punk ruhába jár, és legjobb könyveket olvassa különben. Csinált egy olyan 9. kört, öregem, hogy van 9 kis köröcske egymás körül, érted? És azt mondja, ez 9 barát köre. Zseniális. Fantasztikus, miket lehet tanulni. Hát ilyen élményeket akkor lehet csak
De hát az biztos, hogy, hogy azt a merészséget azért kell vállalni, mert egy picit pozitív értelemben vaknak lenni, ez egy számomra nagyon tetsző antinicsei gondolat. Én optimista módon azt gondoltam akkor, amikor elkezdtem tanítani, hogy valamivel többet fogok tudni azért mondani, mint hogyha egy kezdő röfög magába. És az egyetemi tizen nem tudom hány év alatt szépen leépültek a nyelvtudásaim. De aztán tényleg belejön az ember egy csomó mindenbe is. Ez biztos, hogy ez az írás egy állat érdekes dolog, mert Magyarországon van ugye zeneszerző szak, ugye? De írószak nincs. És az azért szép baj. Például Bécsben van írószak. Én egyetem azt mondjuk az európai, illetve amerikai, szóval de az, az, az nem kultúra, az, az USA-t, az, az, az a Titanicon az itt nem. Nem színvonal. Újságíró, különben az nagyon rosszakat jöttek át hozzám újságíró szakra járultam, most vannak ilyen önállósodók, 50 ezer forintért tanuló újságíró, mert gondolom, hogy azokban a nagy pénz van, meg a lehetőség újságíró, és rettenetes érvényekkel, hogy, hát, hogy, hogy ott senki nem fogta meg a kezüket, ami persze természetesen egy ember típushoz is hozzátartozik, mert vannak, akik valóban vállalt átvényeként teljes fegyverzet pattannak ki önfejükből, és meg tudják valósítani saját magukat. De az emberek jó részére, részének szüksége van végérdemben is kezdve. Tehát aki egy picit bevezeti őket, aztán nem állósodnak. És a legnagyobb rész, mint amikor megérkezettek az újságíró iskolával, itt azt mondja, fiam írja, aztán itt ide, hozz ide, tart, vihetel, na hozz az állat, nem lesz ez semmi. Szóval egy ilyen, szóval semmiféle emberi kontaktus jár. Biztos, hogy itt ebben az esetben pedig lehet pontosan adni a létrejelzést, hogy nagyon kicsiken, és nagyon kicsiken is lehet csinálni. Nagyon jó fokkal történik, hanem a nevében. Egy telefon, hitetlen és telefon, tudod, patát jelentkezik nálam, azt mondja, hogy 31 éves, és írni szeretne, hogy van, mint, van, izért. Kifejtem neki az első kis bevezető szövegemet, ha érdekel, jöjjön, és azt mondja, hogy na jó, akkor most elmondja, hogy nem 31 éves, hanem 53 éves, nem férfi, hanem nő, amit elmondja, minden, és azt mondja, hogy hát maga hülye, hát ilyen kis pénzért csinálja, hát meg van örülve, csináljuk ezt nagyba, egy nagy iskolát szervezünk. Na jó, nem lehet, ezt csak ilyen picit, felbeszélget velem, a hallgatóság hallgat. Szóval ennél nagyobban nem, semmiképpen nem. Mert a személyességgel. Hát az egyiptomiak nem viccből találhatták ki valószínűsíthetően, hogy tanulni csak egy fővel lehet. Én azt gondolom, hogy ebben van nagy igazság. A csoportban is van valami jelentőség. Bizony, bizony. Én nem akarom lebecsülni a nagy izét. A regényről szeretnék kérdezni, hogy csak egyes szám első személybe szól-e az egész szöveg, hogy csak a hős beszél, és annak a szövegét olvashatjuk el. És ha így van, akkor nem félsz-e, hogy túl sűrű lesz, és megfekszi a lelkét az olvasónak, mert hogy olvastad az eredeti betegek szövegét és a hiedet, nagyon jónak tűnt, és nagyon, nagyon érzékenynek, és nagyon megcsináltak, és igen, nagyon tetszett, csak azt gondolom, és attól tartok így, hogy nagyon sűrű, hogy megnyomja az olvasót, és hogy van-e fenség, és van-e kitekintés, és napfény, és van-e normalitás, és rálátás, és távolság. Az a helyzet, hogy valóban végig érkezik a szövegnek, hogy nagyon beszél, és csak rajta keresztül jelentek a valóság. Csak az ő szemén keresztül látjuk a világot, és ez egyfajta sűrűséget jelent, nagyon félnek azt a hatásnak. Ő lehet képzelhető, hogy a dolognak a sűrűsége és a levegő hiánya, tehát az, hogy egyfajta hangon történik a világ bemutatása, valamiben
deviáns szemszögön keresztül elképzelhető, hogy a legjobb indulatú olvasó, aki szeretnék elolvasni, egy idő múlva létszolni a könyv, hogy azt mondja, na, köszönöm, hogy eljutott. Nagyon kérdezettes dolog. De sajnos nem tudok ellene tenni, mert sem látom egyelőre a lehetőségét, hogy ellenem tegyek. Fennáll a veszély. Egyetlen dologban tudok védekezni a nagy mintákat, a jelölőket mindig szemet tartja az ember. Azt hiszem, a Joyce Willis eszét nem forgatja, nem kevesen forgatja. Ettől mi volt jelentős gondolatörténet ilyesen. Tehát valami megjelenik, valamikéne gondolkodásmód, tehát a belső asszociációnak, a belső gondolkodás folyamatnak, az ábrázolásának, és még nem tudom, hogy mindenneknek, fontos jelentősége van. Tehát a 20. században Joyce után nem lehet pontosan ugyanúgy írni, ahogy volt előtt. Jobban mondva lehet, de hát annak bizonyos arhaikussága van. Lényeges, fontos dolog volt a műnek a megjelenése. Nem nagyon olvassák, kevéssé olvassák, vagy csak úgy olvassák, hogy belekóstolnak egy kicsit, ezt megjelenül aztán meg kell mondjam, én is így megtudom. Na most ezzel a veszélyet számolni kell, és én nagyon is félek tőle. Minden reményem szerint az lenne az igazi, hogy ez a popularitás felé is elmehetne, tehát hogy könnyedén és minden zavar nélkül olvasható lenne, miközben magában hordozná és magán viselni mindazokat a problémákat, amiket én időközben megértem. Tehát ez még a jövőtitka. Remélem, azért most már rövidesen elkészül, és akkor kiderül, hogy az olvashatatlan van. De azért ez egy eligazi dráma számomra, nem tudom, hogy mit jelent. Igazából nem válik a túlségből, és egy hangulat. Köszönöm szépen. Jó pár évvel ezelőtt láttam Kondoly Bélának egy képét, az a címe, hogy beszélgetés. Két ember áll egymással szemben, és körülöttük mindenféle tárgyak jelennek meg, ami nyilván azt mutatja, hogy a beszélgetés során az embernek nehéz legkülönböző dolgok merülnek fel az agyába. Nehéz tud is megkép egyébként a Varsó Kérenes Kodani Különbözőt látjuk. És akkor, hogy megláttam ezt a képet, akkor számomra egy meglepő volt, hogy mi hát tényleg így beszélgetünk, és tényleg így gondolkodunk, hogy egyik pillanatra a másikra lesz, és egymástól rendkívül messze első dolgok tudnak az összébe. És amikor bizonyosan először hallottam azt a vasságodat, hogy már a Kopernikus Fesztiválon, szintén a műsort, és most is, ugyan egyet jutottak az eszembe, és volt rá alkalom, hogy pontosan tényleg tartom, hogy én is megpróbáltam, hogy kívülről szemlélni, hogy hogyan is gondolkodom én, és milyen, mit jutnak egyszerre, mit a szóval. És most különösen ennek az utolsó írásra annyira élveztem, hogy tényleg így gondolkodunk, és ennyi rengeteg minden túl eszébe jutni, tényleg perc alatt. Nekem nagyon tetszett ez a harmadik alkalom is. Akkor ezek szerint nem említettem, de akkor szerint akkor hátszor találkoztunk. Négyszer. Négyszer találkoztunk, de... Én a négyből hárommal. Aha. Én nagyon korábban, 88-ban volt egy kollázsról való előadásom, mert mindenféle más dilettantizmus is csinálok, de szeretnék erre reagálni. Egy pillanat, a jövőbeli kazettának mondom, az illető mesternek már kihagy a memóriája, mert 86. március akárhanyadikán tartottál egy megnyitót, méghozzá nem is akár, ott kezdődött a kapcsolatunk, ami után jött az, hogy a Csere nevű kiadványunknak a 11. számának a lajutját te csináltad. Na, szóval legyünk... Ibrahim Istvánnak mutatom. Így van, aki sajnos azóta Nyugat-Berlinbe jön. No, annyit szeretnék viszont erre visszatérni, hogy tényleg engem nagyon is, tehát a 20 évben azért az is benne van, amikor eljátszottam, és persze azért igaz, de hát az a jó benne, hogy egyszerre kívül is belül is vagyok a dologban. A 20 év az 20 évre áll, nem pontosan a regény írással töltöttem a 20 évet, csak még
információval, de valóban először tulajdonképpen meg kellene tanulnom a nyelvet kezelni, az anyagot használni. Sokan azt hiszik az írásról, hogy úgy lehet írni, ahogy az ember beszél. Tulajdonképpen igen, csak hogy ez egy következő körben van. Az első körben, ha az ember úgy ír, mint ahogy beszél, akkor telve van magyartalansággal és feltételezhetően az én beszédem is ócskas mondatokat produkál. De hát ez így lenne rendben. A nyelvnek meg kell vizsgálni, mi történik rendben. Van egy speciális nyelv, amit rettenetesen szeretek, amit úgy hívnak, hogy három nyelv. Azt ugye mindenki tudja, hogy a álmai hogyan szoktak elcsúszni, hogy mondjuk most éppen úszik a vízben, de aztán két percen belül mondjuk, hogy repül, aztán eszi a vízteket, és talán az egyáltalán össze nem élő figurák, össze nem élő helyzete, hogyan kerülnek egymás mellé. Most azt mondják a pszichológusok, hogy ennek a zsíros, tehát ennek az anyaga, ez az egész elcsúszik a nyelv. Tehát ott a fejben van egy belső beszédállam közben is, nem feltétlenül csak a képek változnak. Ez a belső beszédben mondjuk azt mondja a fejben a fej, hogy vár, és a várban először úgy volt, hogy csak vár valakire, de aztán már feltűnik egy vár képe, és akkor abban bukkan elő a vár személyiség. Ezek az elcsúszások, amelyek a nyelvből következőek, ezek végül is vizsgálandók voltak a számomra, mert szerettem ezekkel játszani, és az őrült nyelvek esetében, az őrültek beszédében mindenképpen jelentkezik egy ilyesmi, ahol nem uralkodik az illető teljes erővel azon, amit mondani szándékozik, hanem egy-egy szón, amelyeket éppen eszébe jut egy másik, de annak a vége éppen máshol végződik, és ez egy ilyen furcsa csúszkálást jelent, amely gyönyörűséget is jelent természetesen egyfajta szemléletmóddal nézve. Tehát, hogy a 20 év eleje az a nyelv vizsgálatával telt el, ezt a felhívhatatlan érzékletet nyelvet vizsgáltam, szeretném volna a saját hangomat megtalálni, ma már ezek a fiatal emberek, akik hozzám járnak, egy év alatt, vagy néha hamarabb is, nagyon is megtalálják a saját nyelvüket, amik az ő saját. Különben nekem a talán mondott egy nagy dicséret, és azóta is dolgozom, amit kaptam meg a Titanicban, a talán különben is kedvencemben lépett előben, előrövök nekem minden alkalommal, és az nagyon jó volt, mert hogy élvezett, tehát hogy számomra úgy tűnt, hogy lecsengjenek azok a dolgok, amelyeket mondtam, ez nem egy gátlásos fiú, tehát könnyedén ki tudta magából mindazt a reflexiót engedni, ami reményeim szerint lett volna a fél. Valamint azt mondta nekem, és ez a lényege, hogy valahol hallottam, ha nem emlékszem aztán pontosan, hogy játszani a szavokkal a leghalálosabb és a legkomolyabb dolog, és én ezt én is teljesen komolyan mondtam. Tehát a nyelvvel azt csinálni, igen, hallgatlak. Feladok egy levelet, mert hogy adta egy kapcsolódást. Én nem tudom miért, elkezdtem írni az elvetulásaidat. Tehát csúszatásnak elvetul az előtt, mert azért fogom most hozzá. Az első elvetulásodat 20 perc után követed, de ugye az bejárt, amikor bejött, hogy megkérdeztem, hány óra van, mert egy fiatal ember erre sarkal tekint. Itt ő, itt hány óra van, és én 5 percet siettem. Azt csatoltam, hogy 25-an volt egy ilyen idő problémám. Ő jelentette meg a... Igen. Ő volt a kimpocs hizam. Zsolt meg jelentette a problémát. Pont író ember. És elhatároztam, hogy most tudatosan megpróbálok jelen lenni, de annélkül, hogy szeretnői válni. És ide írtam azt, hogy első elszólás, így hangzott, ez a könyv annyira fantasztikum volt számomban. Ez a könyv annyira fantasztikum volt a számomban. Hát mondjuk, hogy ezt most ne próbálnád nekem ezt megválaszolni.
Ez a rohadtság egy foka. Én tudod, hogy meg tudom a fázat, értem csak, én három elfoglásra mondjuk... Fizetsz egy üveg sört. Szóval, és majd egy időt fog neked sorolni, mert én csináltam órákat, és egy levelet, szóval mert az állam az egy lennél. Most ezek az elszólás, elcsúszás, az álom, amit beszéltetek a biológusban, az ez engem frusztrál, és próbáltam elfolytani, kényszerű hozzászólalja, ezért elkezdtem egy levelet írni, mindegy álomból neked, és hiszen hát időket írtam föl, annyi, hogy órám lenne, 5 perces idők jöttek ki. És azt szeretném tőled kérni, hogy az első elfoglalásodat ezt felolvasni szívesként. Befogad. Szépen. Mindig ilyen érvények érnek, azt hiszem, hogy a szép, ami van, az fantasztikus. Hogy hangzottam, mondtad? Pontosan így tanult, hogy ez a könyv annyira fantasztikus volt a számomban. Hangzott el 20 perccel, körülbelül. Az én számom a 20. A 20-as olyan színű, hogy az valami fantasztikus lilaságban tűnik elő. Jó, hogy most folytatom a jegyzetemet, menjek ön. Kb. 20 perc 20 év alatt. Tehát írok, ez van egy van nekem, én csak felolvasom a levelet, amit én próbálok írni neked. Tehát, a lényeg lett az, hogy megkérdeztem a Juditot, hogy hallott-e ezt az elszólást. 5 perc azután, hogy leírtam, és azt mondta, hogy elkerült a figyelmét. És akkor a következőt írtam ide le, hogy a kifejezés, mint megértés, hát erre hittem minket, azért is forgok, mondott, az őrültek, hogy írnak, a holtak forognak sírjukban, megbocsátást mondom. A holtak forognak sírjukban, ezt te mondod, ugye? Hát te mondod azt, hogy azért is forgok, mondod, most megállítottam, hogy így mondjam, a forgásodban, de előtte megállítottalak a nyelvedben, mert felmondottam egy levelet, és te olyan jó barátok vagyunk, hogy ettől te a nyelvedet, hát leállítottad. Sőt, a forgásodat is, mert hogy én mondom, az őrültek, hogy írnak, mondom, a holtak forognak sírjukban, megbocsájtál. Én nem ilyen emlékszek el tette. Nem szép, volt. Amit mondasz, nekem erre tederés, meg szálljak, vagy azt akarod, hogy nem? Hát beszélgetünk, mert hogy volt egy dialógus a Talánnal, és hát ez nagyon veszélyes, mert a szokat a dialógus az egy léde dolog, és hogyha már három beszélünk, akkor részpartis bolégium, és a barátod, a Csaba, az kérek szépen pontosan 20 óra 36-kor szólt hozzá, ezzel ezt megtöltett a dolgot, és akkor elkezdődött a beszélgetés, mert a hölgy is, az Ari is azt mondta, hogy már négyszer volt, megjött a barátod, a Titani is ugyanakkor jött meg. Tehát elkezdődött egy ilyen, hát a dialógusnak vége. Na most nekem az volt az én problémám ezzel, hogy lehet úgy hozzászólni egy beszélgetéshez, hogy az párbeszéd maradjon, hogy ne mondjuk én álladjam a paralel előadásomat. Oké? Tehát ezért kezdtem el írni ezt a levelet neked, és folytatom még hogy pörög az idő, ő, mágia varázslás, mondod, megáll az idő, ő rá, ez jellemző, az idővel jár, együtt, egy irányba. És a másik elszólás pedig 65. percig jön,
részletekben van az örök. Emlékszel a tanul. Hát akkor most, ha összekötnéd a két felkét. Ez a könyv annyira fantasztikus volt a számomban, részletekben van az ördög. Most nagyon tanár vagy, most ne szar... A legkomolyabban gondolom, hiszen a beszélgetés ebben az esetben, tehát egy ilyen kérdezek beszélgetve, mit szólsz hozzá, mit mondasz, mit gondolsz erről, így folyik. Ő nem így szól hozzá. A kérdésem azért jogosok talán, mert hogy mi most beszélgetünk, de pedig átmenti egy a harmadik elszólásodat kezdted el mondani, ami a válaszodban, ami pontosan 36 perckor kezdődött, és akkor múlt el a kényszerem arra, hogy harmadik személy legyek, mert hiszen megszólalt a Zsolt, és a következő volt a te érdekességed, azt mondta, hogy annyit szeretnék visszamondani, pardon. És akkor jön, de mondani. Tehát így hangzik ez az én időbeli kísérletem, hogy van három elszóláshoz, ami az első az 20 perc után, így hangzik, hogy ez a könyv annyira fantasztikus volt számomban, a második az pedig, hogy a részletek van az ördög, ez 45 perc múlva, és ez a nagyon gyors, hogy a harmadik perc, ez szubjektív, vagy több is volt, hogy annyit szeretnék visszamondani, de pardon mondani. Egy elszólásodra szeretném elfelejteni a figyelmet, hogy Csaba, hogy nem Zsolt. Húszatás volt. Nem elszólás, ez az a csúsztatás. Na ez viszont erre próbálok rányítani, hogy a szóhasználat a nyelve, hogy az álom az elszólás, és így tovább, az így elszólás, a csúsztatás pedig hát egy másik dolog. Tehát amit én most elkövettem, ez nem elszólás, ez a csúsztatás, mert két figurát egymásba csúsztattam. Mind a kettővel, hát egyéni munka során ismerkedtem meg. Tehát én a magam részéről a levelet feladtam neked, ezzel próbálom támogatni a Soros Alapítvány kifejezés, mint megértés című, mert hogy a pörgésedre adtam egy reakciót. Most hagyd mondjam el, hogy nem érzem dicsértelek, amikor dicsértelek, mert hogy számomra a megszólaltatás bennem valami. Tudni, hagyd mondjam el, hogy a könyv, miután azt elmondom, hogy állandóan változott és állandóan alakult, az utolsó szakaszában egy nagyon fontos és rendkívül erős motivummal erősödött meg, amit szívesen kihagytam volna, mert a feleségem meghalt. Az első feleségem egy fantasztikus ember volt, aki maga volt az egészség, aztán hirtelen hajszál pontosan nem lehet tudni, mi történt, valami elképzelésem van róla, májrákja lett és egy év alatt elment. Na most ez a bizonyos esemény, az egy év, az rettenetes volt, és ő természetesen ezzel az hihetetlen nagy tragédiával, amivel megérintett engem, és összetett és mély probléma volt, ebből nem lehetett felépülni másképpen egy idő után, mint hogy ki kellett az emberből tennie, és mint egy nagy folyó magába fogadta természetesen a könyv ezt a állat is, ezt a holtállat is. Ez a bizonyos megjelenése ebben a könyvben bőven el tudom képzelni, hogy olyan, hogy szegény korog a sírján. Mert hiszen az ember másképpen jelenik meg egy regénybeli figurát, mint valakit, aki rendkívül közel érzett magához, aki rendkívül fontos volt az életében. Tehát amikor azt mondtad, hogy a holtak korognak a sírjukban, tehát azt az asszociációt emelte ki majd végül, azt hiszem, hogy meg
nagyon mélyre merített cél, pont az asszociációnak és a kreativitásnak egy speciális formájában, amilyen te vagy, hogy te használod ezt a kreativitást, nekem minden esetben megcsendült valami nagyon fontos dolog. Sajnos én azóta is, mióta ő meghalt, harcolok egy emlékkel, harcolok azzal, hogy racionálisan, ébren, rég megbocsájtottam a halálát, az életnek, a világnak, önmagának, viszont álmaimban nem. Az álmot is említetted, tehát ha mondjuk három elemet emelek ki ebből a reflexióból, a holtak koroknak a sírjukban, a megbocsájtás és az álom, akkor mind a három bizony jelen van az életemben, jelenleg is. Nem tudok megbocsájtani álmomban, hiába szeretnék racionálisan, észben megbocsájtani, nem tudok. Újra és újra álmodom, ugyanazban a jelenetben a helyzetben. Mert valami dolog, valami ok beleégetett az idegeimbe is és jelenítem meg valamilyen furcsa torz tükörben azt a jelenséget, amit érzek vele kapcsolatban, és talán néha rémülök is, hogy forog a sírjában, és hogyha fölülről néz engem, akkor bizony csodálkozik, hogy mi történik. Minek a mintája ő, vagy mivé változik. Benne. Csak annyit szeretném mondani, hogy a nagy regényről mondtál, a Ulisszesről, hogy esetleg nem is olvassák, de vagy csak részleteket belőle. De akkor ezek szerint a nagy regénynél valahogy az a lényeg, hogy van. Tehát esetleg nem is olvassák, de valamiképpen megvan az a szöveg. És lehetséges, hogy mondjuk a regényeznél nem is fontos az, hogy be legyen fejezve. Tehát lehetséges, hogy a nagy regény mondjuk az is jelenti, hogy esetleg nem is kell befejezni. Hát előfordult már a világtörténelem, ha nem vártam a szabadba, hogy a Műzil az 22 évig írt a tulajdonság nélküli ember, majd nem tudta befejezni, mert belehalt a dologba. Igaz, hogy előtte megjelent egy másik könyv, ami már világhírű volt, a törlött iskola évei, de ez a bizonyos igazán jelentősnek tekintendő könyv és kísérlet, nem fejeződött be, és vannak ilyen töredékek is. De hát nagyon összetett erről a vélemény. Azt szoktam mondani, hogy tárgyasítani kell a dolgokat. Tehát meg kell jelenteni, az benne van a dolgokat. Másrésztől az is igaz, hogy aki tőlem azt kérdezi a telefonban, mondjuk, hogy hirdetésre, hogy írással szeretne foglalkozni, milyen papírt ad a tanfolyam? Hát ha akarja, pecsétes, hogy öníró. Hát ez nem sokat jelent, hát a íróság nem pecséttel jár, tehát az, hogy valaki... Pláne a tejsav. Író az még sem, a tejsav is. No, szóval valóban úgy érzem, számomra mindenképpen, hogy a folyamat a legfontosabb. Hát mi alatt zajlik az írás, mint egy tanpályán, ezt a Kajas Tiborról vettem. Tanpályán megy az ember, nincs is így az életben, és a tanpályán mindazt meg tudja tanulni, amit vagy le tudja kontrollálni, amit ön az életben a sok-sok információk talán nem tudnak. Tehát mindesetre a folyamat számomra nagyon fontos, de azért azt gondolom, hogy a folyamat annak reménye nélkül, hogy a folyamat nem fejeződik, nem igazi folyamat, hogyha talán azt hiszem, hogy érthető. Szóval kell az a remény és kell az a vágy, hogy a folyamat befejeződjön és megvalósuljon, tárgyasuljon, de persze előfordulnak sorsok, életek, tehetségek vagy tehetségtelenségek, akik nem tudják ezt a folyamatot befejezni, és akár így folyamatukban vagy töredék voltukban is
elértek egy eredményt. Mert ilyen szempontból minden töredék, tehát valamit sose lehet teljesen befejezni. De ha hát tudod azt, hogy töredék, akkor esetleg van esély arra, hogy valami teljesebbet tudsz csinálni. Hát egyrészt tényleg minden befejezhetetlen az ember. Vannak olyan írók, akik a megjelent könyvüket szétcímzálják, és újra agyonjavítják. Másrészt viszont Juhász Ferencnek van egy mondása, és akkor nagyon téved, hogy bennem szakáll ereszt a nő, homlokig él a csecsemő. Ha bennem marad a csecsemő, és nem tudom megszülni, hát bizony belém rohanhat. Ez nagyon félelmet a dolog, de egy idő múlva meg kell szülni, aztán újra meg kell termékezni, ha erre van lehetőség. De mondom, hát vannak tragédiák, meg vannak rövők. És ez a folyamat, ez nem tovább lehetséges, hogy ez csak illuzórikus, tehát szóval mondjuk olyasmi, hogy talán azt mondta, hogy most kazettát cserél, és akkor mint a komputernél, hogy a stop gombot benyomják, és akkor egy pillanat, egy fél percre mindenki megáll. És akkor talán azt mondta, mehet, és akkor elindult az egész, mint egy ilyen gép. Tehát szóval a folyamat az valami olyasmi, ami esetleg nem tartozik a lényeghez. Tehát az mint hogyha kényszer lenne a regénybe az, hogy menni kell neki előre. Lehetséges, hogy az tulajdonképpen egy helyben bontja ki magát. Tehát azt hiszem Eszterházy írta az Orsiknak az Iskola határon című művét egy lapra. Tehát, hogy valahogy egyszerre jelenik meg az egész, és a kibontása annak az egynek az a folyamat, ami valamiképpen kényszer. Tehát ez úgy tűnik nekem, mintha a te írói asztalprojektikád lenne, vagyis az a problémakör, amit téged izgatna. Erről mindenki arról beszélni. Tessék? Ne, logikus, ez nem diametrálok, csak azt mondom, hogy ez egy újabb csapás itt. Valószínűleg azt tartom különben, hogy a kérdéseinkre mi tudjuk a választ a legjobban. Tehát a te kérdésedet tesszük a választ a legjobban, szinte biztos, és ha én teszek erre egy vállal, biztos vagyok, hogy szinte elégedetlen lesz, hiszen másról fogok beszélni, amire te gondolsz. Igazából azt hiszem, hogy az ember feltesz egy kérdést, már szinte megvan hozzá a választ. Azért van meg, mert a kérdés már megszületett. Tiéd a kérdés, tiéd a probléma. De itt a folyamat, nem tudom, érted, amit a folyamatról mondok, tehát abban van egy olyasféle, hogy nevetségessé válhat az ember. Tehát, mint amikor te forogsz, akkor vállalod annak a kockázatát, hogy esetleg nevetséges vagy. Tehát az mondjuk nem esik jól az embernek. Tehát ilyen szempontból értem a folyamatot, hogy ez valami olyasmi, ami bár nem nagyon megy, de azért kell csinálnia az embernek. Tehát én nem elkezdődik tudom mondani, hogy én nagyon szeretem csinálni. Tehát a folyamat, tehát azt a folyamatot, azt az érzést, hogy írok. Vagy hogy egy írás közben, amit a talán is kérdezett, olyan pillanataim vannak, amikor boldog lesz. Én ezt nagyon szeretem, tehát jó is, ezt nagyon szeretem. Lehet, hogy a vízszerelőmnek, aki jön beállítani a mosógépet, annak nagyon nevetséges vagyok, hogy a baszakolok, hogy ilyeségeket csinálok, hogy közben a komoly dolgokat foglalkozik. Illetve lehet más szempontból is nevetséges maga a kényszerűség a folyamat, de én folyamat párt, centrikus vagyok, folyamat párt. Tehát én szeretem magát a folyamatot, és azt szoktam szívni azoknak az embereknek, akik hirtelen szeretnének megoldani, miközben az oda vezető tehát a legjobb. Mindenben ezt nem tudom csinálni, csak az írásban tudom, hogy érzem, és élem meg. Például mondjuk utálok gyalogolni, már szeretnék ott lenni. Ezért esetleg kocsival megyek oda, miközben ezért kihagytam egy csomó lehetőséget, ahol a levegőt szívjam, vagy akármi. Tehát sokszor a folyamat ellen teszek valamit, az ember jó része, szeretni átugrani a folyamatot, miközben a folyamatban lenni, véleményem szerint, és ezt tapasztalom az írásban, fantasztikus. Tehát én
bizonyos kiszolgáltatottságot is jelenthet, főleg akkor az én szememben, majd a folyamat nem fejeződik be. Jobban mondva, nem csomósodik meg időszakonként, hogy azt mondhassam, hogy ez kérem az első 20 percben történt, aztán a 45. percben, és aztán a... Most, ahogy mondtad, hogy beszéltél a Pinsky-t, a Törzsánnak azt mondta, hogy mondták neki, hogy a színdarabjai, hogy nem tartanak sehová. És hogy ő ilyen állóképszerű dolgokat csinált, tehát azt hiszem az is volt a színdarabjának a színe, és hogy feltétlenül kell-e valahová tartani, tehát kell-e valahová tartani annak a dolognak. Nem tudom. Tényleg, felvethet ez a kérdés így, hogy miért kéne egy folyamatnak eredményt hozni, hogy erre gondolok, vagy befejeződnie, vagy fejlődnie egy történetnek, erre gondolok. Mert a folyamat nagyon sok szinten van jelen. Folyamat van a személyiségben. A személyiségben van folyamat, miközben ír, meg tetve, változások vannak. Nem fejlődés, néha fejlődés, néha visszafejlődés, szóval változás, az folyamat. Folyamat van az anyag tartalmában, tehát az ember ha A-tól kezd írni, D-ig írja, akkor is elkezdi, és akkor a folyamat elindul benne. Elindulnak a szereplők, aztán elérkeznek a kérdés, átadják a szolgatot. Folyamat van az alkotás közben, tehát hogy az ember ezt csak rácsolják, hogy hát persze, de hülye vagyok, hát ez piros, meg hogy ez ott volt, persze ez a figura, ja, ő mondta, vagy mit tudom. Tehát rengeteg helyen van folyamat. Melyiket? Valószínűleg tűzkénál is van, hogy mivel verseket írt, tehát alapvetően más, mint a regény. Tehát önálló mondjuk az a Simone Weil-i ilyen mozdulattan elkötelezettség hathatott, tehát hogy szóval önálló nem okozott, vagy esetleg nem gondolkozott talán azon, hogy most annyira folyamatos, mivel a verseket nem kell annyira mozogniuk, vagy hogy mondjam, tehát elviseli azt a fajta mozdulatlanságot. Én ezt másképpen gondolom, mert Pilinszky esetében azt gondolom, hogy arra gondolunk, hogy a kreatív folyamatnak, vagy élet folyamatának vannak csomó pontjai. Azok a megvilágosodások, azok a fantasztikus merevség, sugárzási pillanatok, ahol az ember úgy érzi, hogy mint a Isten, ő ezeket a pillanatokat tartotta a legfontosabbnak. Ezek a pillanatok pillanatig tartanak, és örök életűek. Szinte belépteti a alkotóját az örök életbe abban a pillanatban. Annak a pillanatnak a intenzitása mozdulatlan ragyogás. Alkotó emberek szoktak ezzel találkozni. Vannak elkötelezett emberek, akik csak akkor szólalnak meg, amikor ez a fajta intenzitás egyszerre csak megvillan. Mindaddig hallgatnak. A Pénzkeret, főleg az első szakaszában jellemző volt, hogy körülbelül 20-30 évig, most nem tudom hajszál pontosan, egy vékonykat is kötetecskéje volt, és semmi nem jelent meg. De benne volt a korszaknak a levegője, amely nem engedte őt megjelentetni, és benne volt az alkat is, amely csak akkor szólalt meg, akkor kezdett el énekelni, amikor benne valami elementális dolog kirobban. Ő a mozdulatlan elkötelezettsége örökről akkor beszélt, akkor találkozott vele, mint egy mintával, amikor a Robert Wilson színházat meglátogatva, látva Párizsban, jól emlékszem, Párizsban elájult azokon a produkciókon, ahol tulajdonképpen 4-5 órás előadások voltak, és mondjuk az egyik szereplő, például Szerint Sátkin, ha jól emlékszem, egy fél óráig emelte fel a kezét. Most ez majdnem a mozdulatlanság szinten volt, olyan intenzitásos, olyan feszültsége volt ezeknek a mozdulatlan használatoknak, hogy ez mindegy lemodellizálta az ő általa és általa így elképzelt szituációt, amiben az intenzitás szinte nem mozdul el önmagától, és fantasztikus erővel és fényességgel van jelen.
ilyen pillanatokat igyekedett és tudott is megragadni, ez volt szerintem jelenlétében is, az életében klasszikus meccsa. Tehát az ő esetében ez nincs, mert számomra ez nincs. Egy-két kulcs szót vagy kulcs fogalmat zenéiség. És minden ritmusban és minden zenéiségben benne van, benne rejlik a folyamat. És itt nem szabad azért a szüzsének a statikusságát összekeverni ezzel a zenéiséggel. Tehát a vers azért írodott, mert tartalmaz egy rendkívül mély esztétikai jelentést, és annak semmi köze nincs a tudat esztétikájához. És ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy valaki úgy beszél, hogy még nem tudja, mi lesz a következő szó, vagy pedig az a mondat az út közben formálódik ki. Persze, mert itt van az a nagyon mély esztétika, amire a Nietzsche nagyon-nagyon tisztán egy mondatban reagál, a világ csak esztétikai jelenségnek igazolható vissza. Pontosan erről van szó a versben, véleményem szerint, pontosan erről van szó a zenében, és pontosan erről van szó a folyamatban. Ez az első. A második az, ami megragadott, az álomnak ez a föl jelenítése. A Borges azt mondja, hogy az álom a második valóság, egy másik valóság. Tehát egy rendkívül fontos dolog, és már nem voltam itt az elején, tehát nem tudom, hogy az álomat milyen a kontextusba itt felül, de hihetetlen fontos. Az ember az álom egy másik valóságként éli meg, sőt, esetenként szerepcsere történik, és itt van az, amikor elveszünk. A folyamat is elveszünk egy kicsit, vagy összegabajodik abban, hogy hol és hogyan tud tovább menni. A harmadik pedig, ez igen, ez csak ennyit értem, hogy az ember sorsa a folyamat, a világ sorsa is a folyamat. Tehát nem kell nekünk, mint egy magasabb rendű szempontként a statikusságot, vagy a folyamat ellen folyamat ellenességet kitűzni célul. Az, hogy idő van, vagy hogy azt mi ilyen formán érzékeljük, ezt véleményem szerint el kell fogadni. Bizonyos dolgok ellen nem biztos, hogy a film, mondok egy másik, a film mi más, mint egy csodálatos ritmus, a vágások ritmusa. El kell fogadni ezt a ritmust, ezt a zenéiséget el kell fogadni. A sors is folyamat. Tehát az mondani, is egy folyamat, nem statikus. Valami olyasmi, ami adott. Tehát nem tudjuk elkerülni, hogy most, ahogy itt ülünk, öregszünk. Tehát folyamatosan. Vagy fiatalodunk. Vagy fiatalodunk. És ez egyszerűen valami olyasmi, ami valamiképpen kényszer, mint a te forgásod. Tehát nem tudjuk elkerülni, akármint ha akarjuk, ha nem akarjuk, ez a folyamat, ez megy. De én épp azt mondtam, hogy ha viszont megállítjuk, akkor az nem áll meg, csak ami szubjektív, tehát mi érezzük úgy, hogy megállt. És itt a művészet szerepe, hogy el tudja hitetni, hogy az akkor ott mozdulhat a ragyogás. Abban a közegben, ami ugyanakkor egy pillanatra nem áll meg. Én sem, nem biztos, hogy tartok, a folyamatnak és az időszerűségnek az esztétikai mélységére akartam fölhívni a figyelmet, arra, hogy akár a sorsszerűség, akár a bizonyos fajta ástatikusság, amit megpróbálok megragadni, hogy ez is ennek a nagyon mély esztétikának. Tehát itt most a Nietzsének erre az egyetlen egy mondatára akár, hanem a világ.
ebbe beletartozik a folyamat is, a társadalmatosságot is. De itt épp az a paradox, hogy... A paradoxon a legnagyobb mértékben ide tartozik. Szóval azért paradox, mert ez a mozdulatlan ragyogás, ez azáltal jön létre, hogy ez folyamatos kultúrálod, illetve megformálod. Tehát az ebben a paradox. Tehát, hogy valami azáltal áll le, lesz mozdulatlan, hogy a folyamatra figyel. Tehát azzal bánt. De a paradox az ember számára egy mégis természetesnek kéne, hogy legyen, mert az ember számára a világ is, és önmaga is egy paradox van. Tehát ebből a felfogásból még a paradoxon is esztétikus. Tehát amit mondasz, abból elég egyenesen következik az, hogy esztétikai vezetőként forgatósként foghatók föl maga a paradoxon. Sőt, a művészetnek egy mozgató rugója maga a paradoxon, a filozófiának egy mozgató rugója a paradoxon, és ennek pedig a háttere nem más, mint ez az esztétikai forgatós, ami irányít.